Ma kiderül, mi van az elszámolási törvény javaslatban. Az új jogszabály akár 1000 milliárd forinttal is terhelheti a bankok mérlegét. Orbán Viktor és Lázár János már azt találgatja, hogyan bírják majd el ezt a terhet a bankok. Ez a Privátbankár irodója 2014. szeptember 12-én 7 perccel 10 óra után. Köszöntöm Önöket, Balla Györgyi vagyok. Átlagosan egyharmaddal csökken majd a devizahitelesek törlesztő részlete a bankok elszámolása után, közölte Orbán Viktor a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában. A miniszterelnök azt is mondta, hogy az elszámolási törvényjavaslat pénteken kerül nyilvánosságra. A kormányfő szerint, ha nem lesz pénze kifizetni a bankoknak a devizahiteleseket, majd a tulajdonosaik feltőkésítik őket. Közben a Magyar Nemzet értesülései szerint színfalak mögötti tárgyalásokon igyekszik kitapogatni a magyar kormány, hogy az őszi devizahiteles csomagot követően mekkora terhet viselnek majd el a forintosítás során a magyar pénzintézetek. Pénzpiaci pletykák szerint Orbán Viktor kormányfő és Lázár János miniszterelnökséget vezető miniszter a közelmúltban informális tárgyalásokon legalább két devizahitelügyben érintett banknál igyekezett kipuhatolni, meddig hajlandók elmenni a devizahitelek jövő év első negyedévében kezdődő forintosítása során. A ma nyilvánosságra kerülő elszámolási törvény 1000 milliárd forinttal is terhelheti a bankok mérlegét. Kérdés, hogy mennyit lehet még erre rátenni a devizahitelek forintosításával. 7 újabb devizahiteles pert tartanak ma, köztük az OTP keresetét is tárgyalja a bíróság, és több perben ítélet is várható. A fővárosi törvényszék várhatóan ítéletet hirdet a CIB Ingatlan Leasing és az FHB Jelzálog Bank magyar állam elleni perében. Először foglalkozik a bíróság az OTP Bank és az OTP Jelzálog Bank keresetével. Ezeken túl napirendre kerül majd a Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet, a Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet és a Korona Kredit Jelzálog Hitel keresete is. A Pannon Takarék ügyében már el is utasította reggel a keresetet a bíróság. 2014. júliusában az ipari termelés 12,3%-kal haladta meg az egy évvel korábbit, ezt közölte reggel a Központi Statisztikai Hivatal. A piac 9,7%-os növekedést várt. A bővülés elsősorban a járműgyártásnak, illetve az ehhez kapcsolódó beszállítói ágazatoknak köszönhető, de az élelmiszeripar és az elektronikus fogyasztási cikkek gyártásának növekedése is hozzájárult a bővüléshez. És még egy adat, idén júliusban a mezőgazdasági termelői árak 5,1%-kal csökkentek az előző év azonos időszakához képest, ezt is a KSH közölte. Nagyot esett a növényi termékek ára 8,4%-ot, az állati termékek pedig egy kicsit drágábbak lettek. A sertés ára 3,1%-kal nőtt, viszont a baromfi 5,6%-kal olcsóbban kerül ki a termelőktől. És ami a piacokat illeti, a budapesti értéktőzsdén a vezető részvények közül az OTP, a MOL, a Richter veszített értékéből a csütörtöki záráshoz képest az M-Telekom tudott erősödni 0,5%-ot. A bankközi devizapiacon pedig jelenleg 315 forintot kérnek 1 euróért, 265 egy svájci frankért, és 243 forintot egy amerikai dollárért. Ennyi fért mostani hírösszefoglalónkba, Privátbankár híradó legközelebb 1 órakor lesz. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Szeretné megismerni a pénzvilág működésének alapjait? Első kézből akar értesülni a legfontosabb változásokról? Tudni szeretné, mi történik a gazdasági és pénzügyi események hátterében? Utána jártunk. A privátbankár.hu oldalai megjelenő cikkek közül egy csokorba gyűjtöttük azokat az exkluzív anyagokat, amelyek elsőként vagy kizárólag nálunk olvashatók. Mi ugyanis utána jártunk. Háttérinformációk a gazdasági és pénzügyi hírekről, tőzsdei és devizapiaci elemzések, összeállítások, ismeretterjesztő cikksorozatok üzleti alapismeretekről, állampapírokról, befektetési alapokról és az élelmiszerárak alakulásáról. Tudják, privátbankár, pénzügyek, okosan.